Sziasztok, kedves hallgatók! Kocsis István vagyok, ez az új műsorom. Volt itt valami másik műsor, de az már nincsen. Hallgassátok a nótát, csak nektek szól! Nem igazi egy éjszaka, ha nincs kivel vitatkozni, ki melyik oldalon alszik. Hotel Végtelen. MG, Vilma és Viora rendhagyó társkereső műsora. Minden kedden este 10-től éjfélig. Jó estét kívánunk nektek, szervusztok, mi vagyunk a Hotel Végtelen, és megkezdjük szokásos keddesti műsorfolyamunkat. Hárman vagyunk jelenleg a stúdióban, egy gyors bemutatkozás. Nem tudom, hogy van-e erre szükség, Gábor, vagyunk már akkora arcok, hogy nekem bemutatkozni? Hát vagyunk, de mutatkozunk az évben. Köszönöm, Gábor. Jó estét. Jó estét. Kis Kálmán. Itt pedig a Viora. Változatlanok az elérhetőségeink, SMS számunk az a 70-es 70-60-995. Telefonálhatok, és itt jössz be a képbe, Gábor. 061-35-35-451. Ha ez valaki meg tudta jegyezni, akkor elmondom még egyszer. Hopmester mondjára. 35-39-451. De mondd elé, hogy hopp. Hoppá! Hey! 061! Dopmeresen is elmondjam? Na, nem úgy gondoltam, mindegy. Van egy honlapunk, ha... hotelvégtelen.hu, így egybeírva ekezetek nélkül, tessék látogatni, rengeteg letölthető adás, és nem sokára azt az információt kaptam, hogy frissülni fog ez a tár. Ez király. Izé, mondhatnám baró. Baró. Zó. Facebookon is Hotelvégtelen néven találhatok meg minket, és ott is hozzá lehet szólni a műsorhoz, nem különben SMS-en keresztül, illetve telefonálhatok is. Miket szoktam még elmondani? Gábor, az ismétlés. Semmi más nem ismétlés, de... Szombat este 10-től éjfélig, ugyanezen a frekvencián hallgassátok. Nagy szeretettel küldjük, ne írjatok levelet, ne hívjatok, nem leszünk itt. Mert... Mi lesz a mai témánk, Gábor? A de ne szomorú arccal mondd, tehát próbálj egy kicsit jó képet vágni a dolgokhoz. Hát ez lesz, jó képet vágni, jó pofát vágni a dolgokhoz. Jó pofán vágni. Jó pofa vágás, így is mondhatnunk, bár ez nem túl magyaros, de hát ez van. Hát attól függ, hogyha elmész az erdőbe, ahol jó pofák vannak, akkor ezt ki tudod vágni, és ez a jó pofa. Mi a különbség a jó képet vágni egy dologhoz, illetve... a váratlan helyzetek között? Hiszen hát általában akkor szokott így megijedni az ember, vagy akkor szokott az arcára írodni az, hogy nem tud jó képet vágni, hogyha valamilyen váratlan szituációba keveredik. Kicsit hát úgy érzem, igen. Hogy alá kérdeztél a miszternek. Lakat tévióra vagyok. De tényleg. Hát annyiban valóban igazad van, hogy jó pofát csak is váratlan helyzetekre szektak. Tehát megszokott dolgokra ritka jó pofát lehet vágni. Igen, nehéz erre megdöbbentő választ adni. Van egy konkrét példám. Nekem nagyon rossz az arcmemóriám, és tudom, hogy vannak még emberek, akiknek szintén nagyon rossz az arcmemóriák. Na most így az első pár randin lehet, hogy nem ismered, komolyan. És ő se ismer meg. És ott álltok egymásra szemben. Igazából... Komolyan mondom, hogy vannak olyan emberek, akiknek tényleg annyira rossz az arcmemóriájuk, hogy egy-kettő találkozás nem elég ahhoz, hogy fölismerjék a másikat. Hát, mikor óviból hazamentél anyádat, megismerted legalább. Hát, nem kétszer találkoztam az anyámmal és vitt óviba. Első két napon. Hát sírtál, hogy kerülök ide. Az első két hónapban nem ismerte meg az anyját. Ugye? Ez onnan datálódik. Különben ezt nevezik vaksi randina. Hát olyan rossz arcmemória, ezért nem lehet senkinek, hogy egy ember, akivel van... találkozik, másnap nem ismeri. Erről én már sokszor beszéltem, hogy én tényleg jobbára az öltözetükről ismerem fel az embereket, és ezért barátkozom inkább koszos emberekkel, akik nem cserélik a ruhájukat, mert őket megismerem még a jövő héten. De képzeld, hogy mondjuk Afrikában laknál a dzsungelben, azt egy csomó mesztelen ember jönne veled szembe, hogy ismernéd fel őket? Nem próbálnám felismerni őket. Nézegetnéd az ivarszerveiket? Annak a térdigérősnek, annak a múltkor adtam. Nem, ha csak mesztelen emberek lennének a földön, akkor férfiakkal nem barátkoznék. Igazad van. Nézzük, hogy egy adás előtt miket írogattatok nekünk a témával kapcsolatban, vagyis hogy nektek mi jutott arról leszetek, vagy jó képet vágni a dolgokhoz. Van itt egy olyan, hogy már alig várom az adást, érzem, nagyon jó történeteket hallunk majd. Gizella írta, aztán ki írta? Gizella. Gizi. Azt írja nekünk Erika, hogy mindenhez tudni kell jó képet vágni, illetve egy kivételével soha ne adja meg senki sem azt a lehetőséget a másiknak, hogy lásson minket szenvedni. Erősnek kell lenni, mi tagadás nem lehetetlen. Hát a jó képet vágni azért nem törvényszerűen, hogy olyan dolog van, amiben
amit nekünk rossz, hanem meglepő, ami meglepő, esetleg nem, igen, rossz, de váratlan. Csak váratlan és megborítja az eddigi szerintem terveket. Ez a jó képet vágni, ebben benne van mindenképpen az, hogy rossz hírt kapsz. Egyáltalán nem szerintem. Hát benne lehet, de nem biztos. Volt egy film, úgyse ismeri senki, tehát bemutatom a címét. A Rém, ez a címe, ez egy olasz film, uh-huh. És ebben van egy olyan mondás, Rémen, próbálom szó ember. Szerint idézni, hogy... Olaszul? Ha beakadsz... Illegrácia! Nem. Hogyha beakasztanak, próbálj meg hozzá jó képet vágni, mert az ellenfeled még a végén élvezni is a helyzetet. Mi van? Hát ha beakasztanak, ez mit jelent? Tehát, hogy keresztbe tesznek jó, neked. Más, más tehát, például a Viola neked beakasztanak. Azért nagyon jó képet vágni. Próbálj meg jó képet vágni. Nehogy már élvezze. Mert még a végén élvezni, hogy, hát az biztos, hogy most de... jó beakasztanak. Nehogy már jó képet vágjuk, beakaszt nekem, és még élvezi is. Ezek még olyan röhögiek. Hát de tényleg. Hát de már nem áll. Na, szóval igen, amúgy nagyon jó. Pank üzenete az, hogy van, ami sosem lesz vicces, én egy jó ideje mindenhez igyekszem jó képet vágni, ez általában sikerül, de ha nagyon magam alatt vagyok, akkor néha, nem tehetek róla, átesek a ló túloldalára, és olyankor elgondolkozom, hogy vajon megérte-e vesződni vele, mármint gondolom a jó képet vágással. Hát ha feltételezzük, hogy ahhoz, hogy valaki jó képet vágjon, akarata ellenére, vagy érzése ellenére, ez némi energiát ő igényel, tehát feltehetően ebbe bele lehet fáradni. Ide kapcsolódik az a mondás, most ezt tényleg végképp nem tudom, hogy jól idézem-e. Ez a francia filmből van. Nem, nem. A Brémből. Ez egy mondás. Ja. A sinem fekvő ember mosolya soha nem őszinte. Igen. Na, ez ide jön, nincsenek hataisták. Nem, ez tehát, hogy ez a mosoly, a jó képet vágás mosoly, az nem őszinte. Persze, de vajon el lehet jutni arra a fokra, hogy úgy vágjál jó képet, hogy ne tűnjön fel, hogy valójában ezt te szándékosan teszed, hát, hanem hogy próbáld elleplezni azt, hogy most vannak az ember fizimiskáján, ugye fiziológiailag vannak olyan területek. Hát attól függ, hogyha Mihálynak hívják az illetőt, és van fizimiskája. Fizimihály. Fizimihály. Tehát vannak olyan részek, például a szem. A gatyáját. Viktória, mi óra öltözni már vissza? Viktória! Úristen, Viktor tette ki. Kiteszem a lábam néhány hónapra. Úgy átoperáltatja magát a kölök. Betojás. Na szóval, milyen tojás? Be. Ja. Na tehát a szeme például az embernek ineg. Mindent elárul. Hát akkor, hogyha mondjuk ezt vissza tudod kódolni, de lehet, hogy te nem vagy jó megfigyelő. És... Igen, hát általában ilyenkor nem szokták mereven nézni az ember szemét. Nem a szem, a száj, a sarka. Tehát van az a mosoly, amikor a száj sarka lefelé görbül. Igen, amúgy mosolyog az egész arcot, de lefelé görbül a száj. Na ott valami gáz van. Ha valaki nagyon figyeli a másik arcát, észreveheti, hogy hiába mondja azt lazán, hogy hagyjad, nem számít, és közben hagyjad a fenébe, mi ez az autó, összetörted, de nagy dolog, veszünk másikat 10 év múlva, ha nem eszünk addig. Tehát vannak olyan dolgok, amiket az ember igyekszik nagyvonalúan. Lehet olyat mondani, hogy a nők jobban felismerik a másik ember mimikáját. Tehát egy nő az jobban észreveszi, hát, ezt a kamu mosolyt, mint egy férfi. Ezt a kérdésnek teszed fel, akkor jó kérdés. Kérdezem. Na, hallgatok? Hát szerintem nem igaz. Én nem ez tudom. Nem is gondolkoztam. Ez egy kérdés. Azért mondtam, hogy szerintem nem igaz. Mert a férfiak általában olyan tuskók szoktak lenni ilyen érzelmi téren. Ez nem érzelem kérdése. Hát meg ilyen nem veszik észre, ha bejönnek valakinek. Van, aki szándékosan nem óhajtja észrevenni, hogy a másikat olyan helyzet elé állította, amihez az illető ugyan jó képet vág, de nem őszinte a mosolya, mint a sinem fekvő embernek. Tehát van, aki úgy védekezik ezzel, mint ha észre se venni. Tehát azt mondja a srác a barátnőjének, figyelj, nem megyünk sehova, nem megyünk moziba, mert nincs ma időm, meg pénzem se. És azt mondja, jó, semmi baj, örülök, hogy veled vagyok. És a srác meg azt mondja, ha elhiszem. Szerintetek 70-es, 70-60, 995. Politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! Sziasztok, ismételten itt vagyok veletek, folytatjuk a Hotel Végtelen. Tulajdonképpen most kezdjük a műsort, és a mai műsorunk témája úgy hangzik, hogy jó képet vágni a dolgokhoz. Nyilván olyan dolgokra gondolunk, amihez elég nehéz jó képet vágni. SMS számunk 70-es, 70-60, 995. Nézzük az üzeneteiteket. Mondjátok, hogy ez nem ismétlés, Kálmán visszajött. Mondtam, hogy azt hiszik, hogy ismétlés. De most mit, bemondjam a dátumot? Ne. De mi az, hogy visszajött? Augusztus 4. 2010.
Ez a Pont FM és... Na jó. Időcsapdába, időcsapda. Ágyak ura azt érte, hogy hát ez nekem például nem ment egy pár alkalommal, mert amikor a barátnőm szakított velem a nyáron, teljesen kiborultam. Na most a jó képet vágás egy pillanatnyi szituáció. Tehát de várj. Évekig tart. Hosszan jó képet vágsz közben. Évekig nem lehet jó képet vágni valamiért. De például lehet ez a szitu, hogy mondjuk nőknél szokott ilyen lenni, hogy elhívja a srác étterembe, már járnak 3 éve, és akkor számít rá, hogy na most fogja megkérni a kezem, mert hogy mondja, hogy valamit szeretne ott, valami ünnepés, és csak mondjuk azt mondja, hogy botoxoltattam a farkam. Nem, hanem valami a nőnek ilyen teljesen jelentéktelen dolog, hogy megszereztem azt a modellvasutat, amit már kinéztem. És ráfutottam a neten, oda mentem, és meg tudtam venni potom pénzt. És egy pikó mozdony 5000 forintért. És akkor szarér, hogy én adtam. Lefittyed a szája, és csodálatos neki. És játszott is vele. De tényleg, úgy, hogy hétig nem találkozunk, meg van azok. Tényleg benne van ez a csalódás, hogy másra számítasz. Igen, és mondjuk ezért nem jó, amit Ágyak ura írt, mert hiszen egy szakítás miatt senki sem várja el tőled, hogy... Nem számított rá, hogy szakítanak. Senki sem várja el tőled, hogy jó képet vágjál hozzá. Ez teljesen természetes, hogyha nem vágsz hozzá jó képet. Viszont vannak olyan szituációk, amiknek lehet, hogy a másik fél úgy gondolja, hogy örülnöd kellene, holott te egyáltalán nem örülsz neki. Hát például mondjuk a lány vagy a srác azt mondja a srácnak vagy a lánynak, hogy hát ezt most egy meglepetésnek szántam, de szülinapodra vettem egy kutyát, vagy valami akármit, és azt várja, hogy nagyon örüljnek, hogy de jó, majd le kell vinni majd a sétálgat, stb. Vagy mondjuk allergiás, és egyáltalán nem óhajtott kutyát. Tehát egy ilyen példa. Hát ehhez mondjuk, ez egy olyan dolog, hogy ahhoz pillanatnyilag lehet jó képet vágni, de az a jó képvágás tulajdonképpen csak arra szolgál, hogy ne idegbajosan mondja el az illetőnek, hogy rögtön vissza kell vinni a kutyát, mert ő meghal másnap, a kutya szőr kerül az orrába. Tehát itt a jó képvágás inkább egy ilyen tapintatos egyszerűen mondom, valami. Nem szereti, tehát ő a macskákat jó, szereti. Tehát... Akkor azt mondja, de tényleg nagyon aranyos és méltányolom a gesztus, de ne haragudj, ki nem állhatom a kutyákat. Ezt lehet úgy is, hogy te hülye vagy? Hát normálisan megkérdezésem nélkül veszel egy kutyát, hogy menj te az anyádba meg. Lehet így is, és amikor kulturáltan ez azért durva szerintem. Igen, ezért vág jó képet, megerőlteti magát, és azt mondja, hogy nagyon aranyos vagy, és tényleg tündéri aranyos ez a kis állat, de egy idióta. Nekem nincs rám szükségem, tehát stb. Édes vagy, de agyatlan. Tudod, van az ez a jobb, ezt majd taglaljuk egyébként, hogy jót akar az ember. És... ne politizáljunk. Mit mond? Van ez a jobbik. Tehát, hogy persze van az, taglaljuk majd azt az eseménysorozatot, amikor jót akar az illető, és rosszul sül el, és hogy lehet ez jó képet vágni. Hozzáteszem, illik jó képet vágni, tehát a gesztus mindenképp méltányolni kell. De ott az ágy jeleneteknél még nem tartunk, nem, hogy hanem rosszul sül el. Hogy az például az első randin, amikor ketten úgy ismerik egymást, hogy fényképről. Ugye a fényképek általában beállított képek, tehát... Tehát virtuális térben már ismerik egymást. Jó ideje egymást, levelezgetnek, és a srác tudja, hogy van egy lány, akit ő profilból látott, nagyon helyes kis fitosorú teremtés. Szép nagy mellekkel, és elégig láttak. De mire találkoznak, szerintem néhány fotócsere az megvan. Kizárt. Annyi, hogy egy-egy fotót látnak egy. Hát már azért tudod. Hát ezért csak kérsz körbe valami. Hát, de mondjuk arra küld ilyen együttöses képet. Küldje egy egész alakost, meg ilyen. Egy csoportképet küld, amint csak derékig látszik, meg medencéből éppen kiugrik, meg tudod, hogy derékig látszik. Találkozunk ide. Mindig ez a tárgyája, hogy derékig látszik. Mert erre van kihegyezve a mondani való. Igen. Összefut a nővel, aki mondjuk Allul. A képeken nem látszik, hogy 130 centi. Hát ez így még az ember túlteszi magát. Kiderül, hogy egy banjo. Tehát az a szem, ami látszik a fényképen, az mondjuk még normálisan el, de a másik valami egész más irányba, mint kéne. És a fülétől az álláig egy hatalmas varrás húzódik mondjuk az arcán. De az arcának a másik profilján, persze, ami nem látszik. Azon kívül akkora terebélyes fara van le, mint egy szénás szekér. Amúgy teljesen tehát, hogy a válla képen. Ilyen kis vékonkat, ez körte alkat. Körte alkat a le, most, fölül vékonk a vállak. Igen. Lent egy asszonyos csípő. Szemből úgy néz ki, mint Réli Otta, csak egy nagy varrás. Kicsoda? Egy olasz színész, mindig a mafiózókat játszik. Réli Otta? Réli Otta. Ja. És hát hatalmas terebélyes fara van, ehhez mért sertés combokkal, ami, ha valakinek tetszik, nem gond, de nem erre számított. Na most lehet olyat is, hogy az ember hisztériás rohamot kap, és a földhöz verdesi magát a nyugatban. De még az a legrosszabb, hogy behugyozik rögtön, de van az meg, is, hogy jó képet megbeszélik, hogy egy étteremben találkoznak, a srác késik, tehát a lány már bent ül,
És még mindig nem látja, hogy alul nagyon széles, bemül az asztal mögött. És egy estét eltöltenek, tök jó, egymásba hamarodnak minden, és amikor fölállnak, akkor látodnak, hogy uram, atyám! Tényleg a karos szék van, és akkor felállnak, akkor rajta marad a szék. De mondjuk ennek lehet egy fordítottja, hogy a srác nagyon alacsony, de mivel, hogy ő ott ül, és hát mondjuk nem áll föl üdvözölni, vagy föl, csak nem áll föl üdvözölni. Vagy 10 párra van a seggel. De most ez komolyan, tehát ezen nevethetünk, de előfordulhat. Mondhatom, nevethetünk. Fölök! De előfordulhat ilyen szituáció, hát és az nagyon kellemetlen lehet. Az biztos. Főleg, hogyha mondjuk nem első van, nem derül ki, mert... Már éve ismerik egymást. De még csak ülve találkoztak. Azért, mert buszvezetők, és mindig akkor szembe jönnek, megállnak. Puszi, dumálni. Szeretlek! Tiéd vagyok! Elkezdtek jönni az SMS-ek, rengeteg. De nincs lába. Úgyhogy... Na, ez durva volt. Úgyhogy ezeket nézzük sorban. Kálmán, a mi kis Kari meglepénk, tudtam, Zsírosbödön 23 írta ezt. Azaz. Hát, szervusztok, szerintem aki igazán figyel a másikra, az pillanatok alatt levágja az idézőjelben jó képvágást. A szemek nem tudnak hazudni, jó a műsor, hajrá, Bigby, írta az üzenetet. Na, mondom, szerintem nem a szemek nem tudnak hazudni, hanem a szák. Normális esetben egy idő után egy már nem lehet megjátszani a lelkesedést, jó képet vágni a dolgokhoz, mert a felek kiismerik egymást annyira, hogy észreveszik ezt. Kálmán, jó megint hallani téged, remélem nem csak a mai adását értél vissza, maradj te Vilma helyett, puszi Gizi. Kálmán, nem is ment el. Én sose. Aztán, Hali, most értem haza, mi van, kidobtátok Vilmát, leminősítettétek? Miről beszélgettek, Juhé, Kálmán, Szabesz? Aztán, ha a kropek nag, és itt ér véget az üzenet. Nagy, ha krapek, nagy, akkor... Ja, Y-nal fog a következő. Csaj kics. Csaj kit. Laci azt írta nekünk, hogy Vilma mutál. Nem mutál. No, tehát jó képet vágás a dolgokhoz. Itt ez a fényképről láttad először. Ott tartottunk, hogy tényleg összefutnak. Most vannak lehetőségek, hát... Van, aki tényleg semmi empátia nincs benne, semmi tapintat. Bocsánat, itt az egyik SMS-ről eszembe jutott az, hogy mi van akkor, hogyha az egyik fél állandóan hazudik, és már egy fél éve járnak, igen. És ő folyamatos, hazudik? Hát ilyen folyamatos hazugságban van, tehát nem a valódi énjét mutatja, akkor a másik nem fogja levágni ezt a jó képet vágok. De ezt most nem dolgot. Értem. Most én sem. Mondjuk ti jártok ketten, és ez a Vilra neked mindig hazudik. Ez is igaz. És mondasz neki valami kellemetlen, amihez ő próbál jó képet vágni, akkor te nem fogod levágni, hogy ő jó képet vág, hiszen az egész kapcsolatotok hazugságra épül. De én ezt nem tudom. De te ezt nem tudod. De hát akkor ezt nem értem. Na mindegy. Hát hogy azt hiszem, az SMS a felek nem ismerik egymást. Tulajdonképpen azért nem ismerik egymást, mert az egyik mindig hazudik, és nem hagyja, hogy megismerjék. Mert itt volt egy ilyen SMS, hogy hát, hogy úgyis ismerik egymást a felek, és akkor egy idő után... Ez nem túl életszerű. Hát, na, szerintem azért lehet ilyen. Van, aki folyamatosan hazudik, és akár még csak azt sem mondhatjuk, hogy rossz indulatból, hanem egész egyszerűen ilyen a lénye, hogy folyamatosan. Ettől függetlenül ismeri a másik, csak rosszul. Tehát nem az igazi énjét ismeri. Ettől még mihez vágja a jó képet? Tehát nem az igazi tejét ismeri. És ismeri, hogy jó képet ez nem kell vágni. Mikor nem, kiderül, hanem hogyha közben jön egy olyan szitu, hogy jó képet kell vágni, akkor simán átmegy a rostán, hiszen a másik jó, nem hogy tudja, hogy mikor mondik. Így igaz. Ja. Na végre! Hát ez nem végre, ilyen egyszerű nyelven kell fogalmazni. De általában jó képet nem ahhoz kell vágni, hogy a kiderül a másikról, hogy hazudott. Uramatyám nem érti az egészet. Nem ahhoz kell jó képet vágni, hanem valami olyan szituációba kerül az ember, amin elvileg őszintén és saját érzései szerint egy kicsit kiakadnak. A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük használják a következő SMS számot. 0670 70 60 99 5. Folytatjuk az SMS-eitekkel. Továbbra is várjuk annak az üzenetnek a folytatását, ami úgy kezdődött, hogy ha a krapek nag, és itt ért véget, nem tudjuk, hogy mi a folytatás, légy szíves, küld el a már említett SMS-t. De majd igyekszünk jó képet vágni hozzá. Üzenetek, Kálmán, nem sok értelme van egy olyan kapcsolatnak, ahol az egyik fél folyamatosan hazudik, és mindenhez jó képet vág, ez tényleg nem túl életszerű. Kálmán nem ezt mondta pontosan. Nem, hogy... nem az, hogy ez egy jó dolog, csak lehet ilyen, tehát mi van akkor, ha? Ezért csak mindig lésen kell lenni, azt akartam üzenni. Aztán Pocok Jani üzenete az, hogy Kálmán adásban ez csak ismétlés lehet. Persze, hogy az... Igen, ez ismétlés. Persze. Ismétlés. De innen most tudja, hogy nem, mert nem mondtuk. No, a jó képet vágás az milyen
hát majdnem azt mondom, hogy családi szituációban jöhet elő, de tulajdonképpen mondhatnám ezt is. Különben egy munkahelyi szituáció eszembe jutott, amikor azt suttogják a folyosón, hogy valakit elő fognak léptetni. És amikor bemész a munkahelyedre, hogy... ott egy üzenet, hogy a főnök vár. És akkor mész be, és azt gondolod, hogy téged léptetnek elő, és megmondja a főnök, hogy bocs, ki vagy rúgva, mert elő kell léptetnem valakit. Itt az az egésznek a sarkalatos pontja, hogy itt nem kell jó képet vágni, de a jó képet vágás az szerintem egy olyan szituációban fontos, amikor muszáj, hogy megőrizd magad valahogy, a látszatot, a na jó, tehát hogyha nem vagy kirúgva, de mit tudom én, csak valami alantas munkát bíznak rád, de hát akkor te szeretnéd még megőrizni a pozíciódat, példa. És akkor mosolyogsz hozzá, amikor te arra számítottál, hogy előlépnek közben, mit tudom én, kiadják feladatnak. Előléptetnek, hogy az összes kukát ürítsd ki. Hát amennyiben... És kóstold meg a szendvicseket. Tegyük fel, hogy ez legyen mondjuk egy valóban életszerű helyzet. Hát az ember ugye, ha meg akar jönni az állását, akkor azt mondja, és visszakérdezel, hogy a penészes hát, szent... Rendben van végül is, nem? Uram, igen, érzem. Uram. Nem. Uram, igen, uram! Uram, ez és ki, hogy az udvar, és énekli, hogy porogatom a kukát! Itt az igazgató, hogy morogatod a kukát! És jó képet vágok hozzá! Fúj, de büdös ez az ön... De akkor is megeszem. Mert ebből élek. Egy, két, egy. Tovább nem megy. Uraim, több komolyságot. Gábor, viselkedj. Láttam a Kálmán arcát. Szóval különböző ilyen szituációknál, például mondjuk karácsonykor. Az nagyon jó. Karácsonyi ajándék. Ez ja, tök jó. Számítasz valami állatjó dologra. És mondjuk te vettél egy elcseretévét, és kapsz egy tollat. Egy elcseretollat. Tényleg, tehát így karácsonykor így lehet finom, vagy esetleg direktebb módon így üzengetni. Tehát így sugalni, hogy mit szeretnél. Tehát mindenféle szituációkban elmondod, hogy jaj, nekem ez a kedvenc DVD. Meg mit tudom én, mindenféle dolgokat. És félreérték. Vagy félreértik, vagy nem is értik, és kapsz egy totál más DVD-t, mondjuk valaki mástól, kit rühelsz. Nem, a DVD az annyira azért nem jó, mert tudom, 1000 forintért meg tudod venni, de hogyha egy nagyobb ajándékról van szó, amit de nem mondjuk egy limitált DVD. Motorkerék. Na, mondjuk egy limitált Partizánbál DVD. Hát, az más. Ez a karácsony ajándék egyébként, ez jó, tehát hogy ha már a párocska... És aktuális is. Olyan viszonyban van egymással, hogy nem meglepetésre appellálnak, hanem úgy figyelik egymást. Vannak olyan emberek, akik figyelik egymást, mondjuk egy pár, és kisütik valahogy, tehát nem kérdezik még direktbe, hogy mit szeretnék karácsonyra. Van, aki ezt tartja a legpraktikusabbnak, hanem hogy figyelik egymást, hogy milyen megjön, néha odavonszolja az egyik a másikat egy kirakathoz, és azt mondja neki teljesen ravaszul, de jó. Melyik néz ki szerinted a legjobban, és akkor hát nekem azt tetszik, az ember próbálja memorizálni. De ne vegyed meg egyedül. De ne vegyed, dehogy veszem, és másnap rohan megveszi, nagyon kedves gesztus. Ellenben van olyan, aki nem puhatolózik ennyire, hanem úgy dönt, hogy veszek neki. És akkor az ember mondjuk nagy bélyeg gyűjt, és kap karácsonyra egy sajtreszelőt. Egy 100 forintos most a bélyeget. Sajtreszelőt kap. És azt mondja, ó, de klassz, most bármikor tudok sajtot reszelni, jaj, de aranyos vagy. És mondja, csak ugye milyen praktikus. De különben vannak olyan nagyon profi emberek, akik tényleg látszólag minden ajándéknak tudnak örülni. Én és is mindennek örülök egyébként. Tehát látod rajta őszintén, megköszöni minden, és tényleg nagyon örül neki, de igazából nem. De én mindig félek igazából, mert... Én mindig félek, hogyha rossz ajándékot kapok, akkor nem tudok úgy csinálni. Aha, egyébként ez tényleg... És te azért hogy, inkább nem tényleg olyan ajándékot kapnál, amire abszolút nem örülsz, és nem számít, hát hogy reagálsz rá. Hát képzeljétek, most nem is tudom, hogy ezt itt kibeszéljem az életem. Ezt magunk közt vagyunk, tehát nyugodtan. Nem is tudom pontosan, hogy hány éves voltam. Azt hiszem, talán már 13, lehet, hogy 12... Akkor 15 körül volt. Te. És már nem emlékszem, hogy milyen karácsonyi ajándékra számítottam volna, de atomos én... pisztolyra. Hát mi másra? Nem, hát akkor már valami komolyabb dolgokra. Egy Megatron robotra. Egy felvilágosító könyvre szemben. Diágyó babát vártál. Playboy előfizetést akartam. És mit kaptál jöttem? Fajtás újságot. Nem, hanem egy ilyen kinyitható...
Nem tudom, hogy magyaráztam el. Nem terepasztal, hanem egy ilyen nagy műanyag lap, amin föl voltak rajzolva ilyen utcák, és autót lehet rajta tologatni. 15 éves. 15. Azt hiszem 12 voltam. 12 vagy 13. Akkor teljesen normális egyébként. Én akkor már nem akartam ilyet, de a szüleim ezt nem tudták. Szerencsére nem csak ezt az egy dolgot kaptam. Nem csak ezt az egy dolgot kaptam, de ennek tudom, hogy nem örültem, és ez egy olyan csalódás volt. De mondtad? Tehát akkor még egy ilyen legót elfogadtam volna, az mindig jó. De szóltál, hogy nem örülsz ennek? Nem, megpróbáltam jó képet. És ez hogy mutasd? Most nem hát erre nem számítottam. A jó életben. Csínye! Ó, de klassz! Vigyük ki innen. Szóval volt ilyen, azt hiszem, hogy én ezt még nem is mondtam el soha a szüleimnek, mert nem akartam őket bántani. Hát most már lehet, hogy tudják. Vagy például ilyen lehet egy olyan, amikor mondjuk közösen egy társasággal ünnepelik a karácsonyt, akár rokonokkal. Ja, de már nem zaver ez a szíti, csak mondom. Zaver. És tudod, hogy a kedvesednek egyfajta DVD, a kedvenc, mit tudom, Bass Spencer sorozat, és veszel neki belőle ötöt. Jó ízlésem. És a szüleitől megkapja az egész sorozatot, és azt előbb bontja ki. És utána jön a te ajándékod. Igen, és akkor neked kell jó képet neked is jó képet kell, meg neki is, holott igazából itt mind a kettő fél jó indulatú, jó szándékú, de mégis megszívták egy ilyen szerencsétlen életlen folytát. És akkor mit tudsz csinálni? Upsz, ez már megvan. Ne bonts ki, elviszed, és azt mondod, hogy én majd inkább holnap, vagy nem tudom. Nem, ilyenkor nyomást kell gyakorolni a másikra, hogy a te ajándékodat bonts ki először. Hát de nem tudod, hogy a másik. De erre akkor is, mindegy, hát erre föl kell készülni. Ez. Tehát ez egyértelmű, hogy itt, hát egy kis terrorral. Hát az, hogy mondjuk ugyanazt az ajándékot kapja meg egy ember mondjuk a szülőktől is, meg a barátnőktől is, vagy a nagyszülőktől, vagy meg tudom minkitől, ez úgy előfordul néha. Hát ez simán. De ilyenkor van az a megoldás, hogy tényleg rájönnek, hogy én már volt, hogy karácsonyra háromszor ugyanazt a könyvet kaptam meg, mert mindenkinek elmondtam, ezt mennyire rohadtul szeretném, és hát persze mindenki meg is vette. És mi lett? Hát visszacserélték, tehát ez a megoldás még működik. Tehát azt hittem, hogy elcserélted azt a három könyvet. Tehát visszavitték a könyvesboltba, és kaptak el te másikat, nem is ez a gond. A gond az, amikor tényleg olyat kapsz, amire rohadtul nincs Timur szükséged. És csapata? Nem az volt. Mit szivackol Kanadában? Szeretném a Timur és csapata. És akkor volt egy karácsony, amikor vagy öt embertől kaptam ajándékot, és mindenkitől zoknit. És mondom, mi vagyok én, százalábú? Na jó, de ez még egy jobbik eset, mert... Hát ez komolyan. Hát csak bontogattam, zokni. Hát mondom, a rossz se vegye meg, már zoknit de fog enni. De ez jobbik eset, hiszen a zoknit te hamar elhasználod. Igen, de szok... Szóval örültem volna másnak is. Kilépett fel egy száz zokniba? Red Hot Chili Peppers. Toldoz? Red Hot Chili Peppers. Nem valami régi pánk. Jaj, mert az tudom, nem régi, mi? A Red Hot Chili Peppers. Komár László. Gorda György. Az orszám volt millió, egy zokni. Millió. Én neked, hogy mamma Maria. Zokni volt a farkán. Paria. A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük, használják a következő SMS számot. 0670 70 60 99 5. Itt vagyunk ismételten veletek, folytatjuk az üzeneteitekkel. A mai műsorunk témája az, hogy jó képet vágni bizonyos dolgokhoz. Jött egy pár SMS, kezdjük velük. Van még Partizánbál DVD? Igen, van, még körülbelül egy olyan 10-10-valahány darab van. A hotelvégtelen.hu-n meg tudod nézni, ott a jobb oldali menüsorban lehet, azt hiszem. Nem tudod megrendelni. Megnézni is meg lehet, és az akkor jó. Megrendelheted. Hát ha szemből nézed a monitort, akkor jobb oldalt, ha... Igen, ha bemászol, akkor bal oldalt tesz, igen. Tehát van még. De akkor nem tudod, hova kell kattintani. Csak aztán akkor, hogyha felolvassa a... Kaptunk egy ilyet, hogy ez kész. Ezt Hobbit lány írta. Ezt így S betűvel, hogy ez kész? Ez franciául van. Ez spanyolul. Ez kész. Ez kész. Ez úgy van, ér, ez kész. Aztán Laci azt írta, hogy pappa párjá, kész vagyok. Pappa párjá. Köszönjük. SMS számunk a 70-es 70-60-995. És folytassuk még egy picikét az ajándékozással. Mi van akkor, hogyha mondjuk te veszel túl drága ajándékot, és te kapsz egy kevésbé drágát, ami mondjuk téged nem zavar, de látod, hogy feszélyezve érzi magát a másik fél. Hát igen, az még a másik verzió, hogy
hogy valamelyik fél aránytalanul drága ajándékot vesz a másikéhoz képest. De most itt Musk az egyik 1 millióért, a másik 5 forintért. Tehát mondjuk megbeszéljük, hogy nem veszünk semmit. De azért te tarcsiból veszel, mit tudom ez én, még, max 3000 forintig veszel valamit. És a másik megvesz... 30 forintért. Hát 30 ezer. Ja? Ja, hogy 30 ezer forintért. Hát most, aki gondolom a drágábbat vett, ez azért nem jó, mert itt megegyeztek egy összegben, tehát itt nem kell jó képet várni hozzá. Nem egyeznek meg összegben, nem. Azt mondjuk, hogy nem veszünk semmit. De te úgy gondolod, hogy hát azért valamit mégis, és akkor megveszel egy könyvet, meg 2 táblát. De még ez a te hülyeséged. És az 3000 forint. Ő meg úgy, hogy megbeszéltétek, hogy semmit nem vesz, vesz neked egy aranyláncot. És most kinek kéne jó képet vágni hozzá? Hát ez mind a kettőnek ciki. Hát kellemetlen mondjuk. Annak, aki az olcsóbb ajándékot veszi, valóban azért egy kicsit kellemetlen, mert hogy úgy gondolja, hogy ő betartotta a szavát, és hogy... Ő csak tényleg apróságot... Idézőjelben szarrágó volt, pedig nem volt az, egyszerűen tartotta magát ahhoz, amit megbeszéltek valamilyen szinten. A másik pedig azért érzi magát kellemetlenül, mert hogy érzi, hogy a másiknak ez kellemetlen. Tehát így kölcsönadott, tudom, hogy tudja című kategória. Ehhez jó, túlzottan jó pofát úgy lehet vágni, hogy megölélik egymást, és maximum azt mondják, hogy jó. Dögölj meg. Szakítottunk. Köszönöm ezt a szép búcsajánlatot kapsz meg. Ugye tudom. És közben most, ugye? És most ölelj meg, és még jár a BKV, menj haza anyádhoz. És soha többet ne gyere ide. Vagy mondjuk ilyen lehet az is, amikor egy tágabb családi kösz, körben hogy megaláztál. Ünneplitek. De tényleg is tágabb családi körben bontjátok. Tétek a karácsonyt, és te úgy gondolod, valamiért félreértetted, vagy akár így is beszéltétek meg, csak nem így lett, hogy senki nem vesz ajándékot mondjuk a szülőknek. Viszont ezt tényleg csak félreértetted, mert kellett volna venni valamit, vagy legalábbis benne volt a pakliban, és akkor ott állt a falu ajándéka a kezedben. De azt mondják, hogy senki nem vesz, és közben te nem tudod, hogy az egyik családtagnak az a beteleve, hogy senki. Na, senki nem vesz, senki de a többiek nem mind. De többiek mind. És beállítasz üres kézzel, és te ott állsz senki mellett. Hát ez nem tudom, ennyire életszerű. Azt, hogy nem veszel ajándékot. Miért? Nem, azt, hogy senkinek hívják az egyik családtagot. Hát, mert mondjuk... Senki Alfonsz. Senki igen, bácsi. Igen. Mondjuk... Itt van senki bácsi. Hát, szláv eredetű. Senki a szlávtó. Hát, mert valójában senki. Ja, vagy német, és senki. Estiában. Senki. Há, senki? Já, senki. Senki más. Tehát, na, ki akkor, senki más. Gyerekek, most karácsonykor mindig húznak, és az a szokás, hogy valakit mentesítenek az ajándékokkal, és senki bácsit mentesít. Senki nem mentesít. És akkor mondják, na, megbeszéltük családi körben, és senki nem. Mindenki érti. Értettük, oké, minden rendben. Ráadásul a gesenk az németül ajándék. Érted? Hoppá! Biztos. Na, hát szerintem az. Szerintem prezentáció. Vagy pedig, hogy még életszerűbbé tegyük ezt a dolgot, tegyük fel, hogy te vettél ajándékot, csak is, annyira buta vagy, hogy otthon hagytad. Vagy elvesztetted út közben. Vagy mint a magyar népmesékben, mondjuk lány, hogy hoztam is, meg nem is. Beállítod messzelenül. Veszel egy nagyon nagy tortát, azt megeszed. És akkor hol az ajándék? Hoztam is, meg nem is. Biztos nagyon méltányolnák a humorodat. Jött egy olyan üzenet, ami úgy kezdődik, hogy jók Y-nal, de a lányok szeretik a pudingot. Nagyok, de a lányok szeretik a pudingot. Nem hiszem, szerintem ez egy különálló üzenet, aminek lehet, most az valaki meg akar tréfálni. Az is lehet. De na, és akkor tegyük össze? Ettől függetlenül megkeresem. Valahogy úgy kezdődött, hogy a férfi. Ha a krapek nag, na akkor folytatjuk. Akkor ezt összehasonlítom. Ha a krapek nagyok, de a lányok szeretik a pudingot. Na, ugye, hogy van értelme. Hát én próbálok jó képet látni az SMS-hez, mert mégiscsak ajándékba kaptuk. Persze. Nem Csaba egy történetet írt meg nekünk. Na. Volt egy nagyon jó csaj, akinél egy éven át próbálkoztam, de még csak a közelébe sem jutottam a lényegnek, viszont még évek múlva is róla ábrándoztam. Később az interneten találtam képet róla, és megmutattam a kollégámnak. A kollégám azt mondta, hogy ismeri, meg is dugta, de szar volt. Próbáltam jó képet vágni a dologhoz, hogy hát igen, van ez így, de ez tipikusan az a helyzet volt, amikor látszott rajtam, hogy nem őszinte a mosolyom. Szerintem nagyon jó ez a példa. Hát ez a társaságban összeakadni valakivel, akiről kiderül, például, hogy életet szerelmétől volt. Lejavította.
ilyen szituációban már nem volt, már voltam úgy, nem úgy, hogy én, hanem... Már nem voltam, figyeled, elszóltam magát. Voltam már nem úgy, hogy én, így akartam, hanem voltam egy társaságban, ahol volt egy hölgy. És kiderült, hogy egész este olyan szomorú. Most találjuk. Ja, végéleg. Nem, szomorú. Én folyamatosan, csak volt társaságban egy hölgy. Ezt próbáltam lenni. Elemet kell beletenni. És... nagyon vidám volt egész este, egyszer csak mindegy lefittyett a hangulata, elszomorodott, stb. És kiderült, hogy a társaságban megjelent egy párocska. Megjelent? Akik közül a férfi ember. Jelenj meg! A férfi ember. Kopos, már 10 éve meghalt. A férfi ember az ő nagy szerelme volt, és ő hosszú ideig éltek is együtt, aztán szakítottak, és fogalma sem volt, hogy és ebben senki a társaságban... És senkinek, tehát az új nő fogalma nem sem tudta. Volt, hogy ebben a társaságban ez az illető férfi meg fog és jelenni. És 10 év elteltével ekkora törést okozott benne? Nem, 10 évig voltak hát, együtt. Ja. És rá egy hónap telt X idő, nem tudom, gondolom, nem horror. És az új feleségével, meg a közös igen, az új barátnő, aki 3 éves. Az új barátnő jelent meg. De tényleg, na itt aztán az arcára fagyna a mosoly. Az arcára megjelent az illető srác egy új nővel, természetesen mindenkit bemutattak mindenkinek, és ő próbált jó képet vágni a dologhoz, mert ugye mégsem mondhatta az új csajnak, hogy figyelj, ez a pasi 10 évig velem volt, de csak úgy mondom, tehát nem érint a dolog érzékenyen. Azt mondta utána nekem, hogy próbált nagyon jó képet vágni a dologhoz, de nem tudta valahogy megtoszni magát, tehát úgy volt vele, hogy ez egy idő múlva úgy hivatkozott arra. És a bemutatkozás hogy hangzott? Hát gondolom, a nevüket mondták, gondolom. De játszották egyébként, hogy nem ismerik egymást? Nem mondták, hogy ismerik egymást, de úgy vette észre a srác arcáról, hogy nem kívánná, hogy felfedje ez a hölgy. Nagyon jól mondtad hosszú éve. Hogy nem lenne fínom neki, hogyha felfedni azt a relációt, ami közte és a hölgy közt volt. Úgyhogy egy idő múlva fejfájásra hivatkozva hazatávozott, és azt mondta, jaj! Hogy... Isten a fejem! Srácok, álljak, nagy szünet következik. Szétcsapal az agyam! SMS számunk. Gyere! Rozi tipli! Jaj! SMS számunk a 70-es 70-60-995. A következő műsorszám epilepsziás rohamot vagy deviáns viselkedést okozhat. A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Folytatjuk a Hotel Végtelen. Szervusztok a nagy szünet után. Csám, csám, nyám, nyám. Ismételten itt vagyunk veletek. A mai műsorunk témája egészen pontosan az, hogy jó képet vágni a dolgokhoz, és akkor lássuk, hogy miket írogattatok nekünk. Margóci azt mondta, hogy ez az igazi műsor Kálmánnal. Nem, ez nem az igazi. Puszi. Nem, hát az igazi az, amit a bocskorék csinálnak, mi csak itt próbálkozunk. Úgy. Egyébként azért olvastam be kérdemondatként, és akkor itt rögtön megmutatkozik az amatőrizmusunk, mert a hosszú magánhangzókat kérdőjelnek írja ki bizony. Persze, bizony. Üzenetek, igaz már, vagy 40 éve történt, vagy 6 családtagon keresztül vándorolt az ajándék, és visszaért az eredetihez, kellemes ünnepeket, rockermiképp. Ez nagyon jó. Köszönjük. Majd a végén mi is kívánunk nektek. Kóbor ajándékok? Hát van ilyen, előfordul egyébként. Szerintem ez csak ilyen legenda. Nem. Tényleg? Vannak olyan ajándékok, amik gyakorlatilag senkinek nem kell. Aha, mit tudom én. Egy üvegbor. Nem ennyire piti dolog, mondjuk ilyen evőeszközkészlet, amit elég gyakori, mikor azok vesznek, amik senki nem jut eszébe, senki más nem jut eszébe. Semmi de valaki egyszer kitalálja, tehát valaki elindítja a láncot. Úgy gondolja, hogy nem jut eszébe semmi, nekik is kell venni, vesznek egy evőeszközkészlet, odaadják, azt köszöni szépen, elteszik a fiókba, és rájönnek a jövő évben, hogy hát mit adjunk ezeknek, ott az evőge, hozzá se nyújtunk, hoppá, odaadják azoknak, azok is tovább adják, és ugye az ismeretségek száma véges, egyszer csak visszakerül. Még ugyanaz az árcédel is rajta van. Én hallottam egy ilyen statisztikát különben, hogy az ajándékok 30%-a az ilyen tovább ajándékozott ajándék. És ez valószínűleg igaz. Hát ez mondjuk olyan emberek rég az, akik akár munkájuk, akár pozíciók révén kapnak repián, tehát aki rengeteg alkoholos italt ajándékoz karácsonyra, biztos lesz, hogy vagy orvos, vagy ügyvéd, tehát aki ez a kuncsaftok megjelennek, és akkor köszönjük szépen, doktor úr, és akkor odaadom neki egy Jack Daniels, vagy mit tudom én, milyen borok vannak. Ilyesmi. Hát Jack Daniels bort még nem ittam. Hol azért, mert nem ittál, még lehet, hogy van. Na. Üzenetek, fiúk, pénteken a Beta Block BB játszik.
Ezt Rocker Miki írta, és azt is, hogy ne legyen reklám, aki akar jönni, a számomon hívhat, családias jókori. Hát, hát ez így nem reklám. Ha nem hívják fel, amíg itt nem mehetnek. Eddig gondolom, Rocker Miki elérhető a hotelvégtelen.hu-n keresztül is, úgyhogy tessék regisztrálni. Rengeteg letölthető adás van, és nem sokára, ha Isten is úgy akarja, akkor frissül a letölthető adások köre. Ha nem akarja, akkor is. Körülbelül nem is tudom, 80, ami, hogyha beszorozzuk kettővel, az majdnem 200 óra. Hát 160. SMS számunk 70-es 70-60 995, és akkor folytassuk ezt a jó képet vágást. Kálmán, azt mondtad, hogy van kettő. Ja, teted. Nekem igen, eszembe jutott. Mind a kettő olyan, hogy családi körben... Egy friss kapcsolatnál, vagy már? Friss kapcsolatnál, feltétlenül friss kapcsolatnál. Neked azért meg kell mutatnod, hogy te mennyire szereted a gyerekeket. Igen. És elmész egy ilyen családi szülinapra, mit tudom én, 5-6. randi, tehát még nem annyira komoly. Még úgy is érzed, hogy nem vagy annyira odavaló, nem vagy a család magvas része, de hát mégis úgy döntesz, hogy elmész, és mondjuk ott van a kiskölök. Az öccse mondjuk a hölgynek. Hát igen, mondjuk legyen az öccse, mert nagy a korkülönbség. És mondjuk ő egy kis szalad kisfiú. Feléd, igen, szalad feléd, boldogan, ne is lefejel, mondjuk ott, ahol a legkellemetlenebb neked, és neked örülni kell. Tehát, hogy valami olyan dolgon lesz, ami mondjuk neked fájdalmas, hát de igen, hát nem mutatható. Igen, hát ez mondjuk, ez teljesen jó szituáció, így már jártam. Tehát valóban nem lehet akkor felhorgadva olyat alárugni a kisgyereknek, hogy átugik a szomszédba. Valahogy ezt pofon se ütheted rögtön. Tehát persze kínos, meg lehet kínozni később, amikor nem látják. De összerogyni lehet ilyenkor? Hát összeillik. Négy kézlában ereszkedni, és azt mondani, hogy ó, hogy rohagy, hajj, de kis aranyos kölyök. Én nem tudnék megszólni. Én tudod, hogy sem. És akkor még ő kezd bőgni. Fájdalom. Elkezd bőgni, és még téged izélnek meg, hogy mit ijeszgeted a gyereket. Mert miért vicsorogsz a gyerekre, hülye vagy? Mit habosztatod a szádon? Miért járkálsz négy kéz láb, Kálmán? Vagy de például odaülteted a kis csávót, ilyen kis pajkosan az öletbe ott ül, beszélgettek, és lent a fel, ilyen lentkerekes autót így tologat az asztal, és aztán elkezdi a fejedet tologatni, és a haja felcsavarodik a lentkerékre, és ott lóg egy autó a fejeden, és még húzza is a hajad, és aztán a kiskülök elkezd bőgni, hogy nem adod vissza az autót, és elkezdi húzni. És akkor te meg húzott egy pár stráfot az udvarló arcára. Udvarló arcára, tehát hogy mondjuk a te arcodra? Hát nem én voltam konkrétan, hanem elment a srác a barátnőjéhez a szülők közé, és akkor a kisrácot elevenkedett, meg rajzolt minden tapétára, falra, meg volt neki engedve, és akkor felugrott az ölébe. Ez és szép az, és akkor, hogy megfordult, így hirtem, rátett egy pár ilyen zorrójelet a gyerek arcára, jó vastag. Jó, de ez sem neki lehet kerülni. Hát elég nehéz így hirtelen. Miért? Hát hátrahúzod a fejedet, és nem tudja. Akkor ruhádat kenni össze. Hát hátrébb lépsz. Hogyha ülsz. Hát de nem, meg, mondjuk nem veszed észre. Csak a leesik. Figyelj, mondjuk, az életben. Na várjál, mondjuk beszélgetsz, és érzed, hogy ott matat az arcodnál, meg a nyakadnál, és az hiszed, hogy a kis ujjacskájával. Közben. Na, nem megy, és közben rajzol rá. Rajzolja rád a nagy x-eket, meg köröket, mert amibázik a fejeden. És akkor meg vagy döbben, amikor az egész család rajtad rög, és kiderül, hogy nem tudod lemosni semmivel. Igen, és a fehér ingedre rákenődik. Meg a ruhádat is egy kicsit megcsikozza. Ilyenkor sem illik megsértődni, tehát nem is illik a szülőke ordítozni, hogy vigyék ki a hülyekölyköt az udvarra, meg zárják be a spejszba. Hát valamiféle jó pofát kell vágni a dologhoz. Én tulajdonképpen ez volt szerintem itt a kulcsmondat, hogy ilyenkor illik jó képet hát, vágni, igen, és igen. Ezek olyan szituációk, amikor egész egyszerűen nem teheted meg, hogy kiborulj, vagy hisztíz, megsértődj, mert muszáj jó képet vágni. Ugye ezt hozzuk fel a szünetben, hogy egy étteremben étkeztek, és a pincér véletlenül rád önti a homárlevest, és homár legyen rádöntve. Tönkre megy mondjuk nem csak a ruhát, hanem az estéd is. Igen, de hát akkor te megteheted, hogy erőt demonstrálsz, és kirúgatod a pincért. Megteheted, csak ilyenkor hülye színben fogsz feltűnni. Nem feltétlenül, mert mondjuk a lány azt kedveli, hogyha a férfi erős személyiség. Aha, és ott kirúgatja a pincért, hatalmas botrány van, tényleg szép este. De miért ne?
Hát ez egész nem hát, hogyha ilyen a te stílusod, a temperamentumod. Ez élelem, de ha nő lennék, jársz? Ha nő lennék, ja, akkor meg oly mindegy. Hát akkor meg kell lőni, akkor lelövi a pincért, nem kirúgatja. Simán. Egyébként visszatérve a családi eseményre, az a baj, hogyha az ember ilyenkor, ahogy illik, jó pofát vág a dolgokhoz, hogy mit tudom, meg kisöcsi lehugyozta a tarkóját, vagy bármit csinált valami kellemetlen, és összefirkált az Armani öltönyt, vagy kis x-eket húzott a fehér ingére, akkor... Armanit fordítsuk le, örmény. Örmény öltönyére. Örményi. Akkor az a baj, hogy az emberek nagy részében ez felgyülemlik, és utána azon tölti ki, akivel megteheti, azaz, hogy a partnerén miután kettesben marad. Ez a csanyag legyom egy tockost. Elkezd ordítani, ennyire hülye öcséd, hogy lehet, komolyan nem jövök az egész családi Lipót, ahelyett, hogy rászóltak volna a baromarcú öcsédre, hagyták, hogy firkán komolyan a kezét eltöröm. Nem hiszem egyébként, hogy ilyen érzelemkitörések. Nem érzelem, de... egyszerűen felméri akár. Még ezt lehet tovább göngyölni, mondjuk te tényleg meg akarod mutatni, hogy mennyire szereted a gyerekeket, leállsz vele játszani, és eltöröd véletlen a kis karját. Nyílt törésen. Kiáll a csontja, átszúrja a bőrt, és akkor viszed vissza, hogy hát valami történt, egyébként. Nagyon sír a kicsike. Bevallom én egyszer. Ömlik a vér. Egyszer gonosz voltam ilyen kicsi gyerekkel. Hát nem voltam gonosz, hanem Leányfalun voltam egy vállalati üdülőben, és ültem a homokozóban, ahol volt egy nagyon szimpatikus hölgy, egy kisfiúval, olyan 3 éves kisfiú lehetett, és így ültem a homokozó szélén, olvasgattam, és a kisfiú meg odajött hozzám játszani, aztán itt tréfás homokokat kent az arcomra. Tehát belemarkolt homokot. Belemarkolt, és akkor hozzácsapta az arcomhoz, és nagyon kacagott neki a kis csicsergett a nevetése. Először a hölgy is mondta, hogy ne csináld már Gáborra. A kisgyerek meg fellelkesült, hogy csapkodta. Gyerek, ezek szerint ismert téged. Hát ott voltunk az üdülőben. Csapkodta hozzám a homokot derekasan. Hány éves voltál? Én több, mint 3. De hogy 30, teljesen mindegy. Tehát még akkor és akkor úgy döntöttem, hogy saját fegyverével fogok visszavágni. Felkeltem, bementem a homokozóba, és mondtam, játszunk, Lurko. És akkor odajött, felkaptam egy marék homokot, és így durra fejéhez csaptam. Aztán megfogtam a lábain, és így jó belehempergettem a homokba, mint a panírozott húst, így kicsit megburigáztam, bele is nyomkodtam a kis arcát rendesen, aztán a zsebeit is felítettem. Kávol. De először kacagott. Úgy érezte, hogy játszik, aztán kezdett bőgni. És akkor az anyja is kicsit kezdte, úgy láttam, hogy zokon menni, mert úgy mondta, hogy jó, gyerek ki onnan. És ki volt szemben rángatta, de akkor már ütöttem, mint a valam. Jó, biztos. Nem, de hát úgy éreztem, hogy na nem ilyen kegyesze, nem folytottam bele a homokba, de úgy éreztem, hogy ennyivel tartozom hát azért úgy keményen. Jó, a hülyék miatt mondjuk be, hogy vicc volt. Hát viccnek szántam, jó, de ez így volt. Okay. Van üzenetem. Mondjuk egy lány és egy fiú évekig járnak, családtagnak számít a srác, aztán szakítanak. Viszont a srác a család barátja marad, anyukát továbbra is készséggel elviszi a piacra, a bevásárlóközpontba autóval, segít hazavinni a cuccokat, és összefut az ex és a jelenlegi partner, és meg be is mutatják őket egymásnak. Na olyankor nem őszinte egyik mosolya sem, még az ex mondhatja, hogy lyuksogorok vagyunk, csapj bele. Igen, mondjuk ez attól függ, hogy milyen viszonyban váltak el, mert elképzelhető, hogy tök normálisan röhögcsélve jöttek rá, hogy tovább kell lépniük, és akkor ez nem biztos, hogy probléma. Persze adódhat olyan, hogy mondjuk zűrös volt a szakítás, akkor meg nem biztos, hogy elviszi a volt anyósát bevásárolni. Gondolom ilyen helyzetben sajnos voltam, mégpedig melyik úgy, oldalon? Hogy én voltam a partner, és az akkori barátnőm szülei. Hát nagyon jóban voltunk, hát komoly kapcsolat volt, relatív komoly kapcsolat, és meghívtak karácsonyi vacsorára. Ami nem is volt gond, és én nagyon örültem. És kiderült, hogy annak a lánynak volt egy régi barátja, akivel nem haraggal, hanem úgy csendesen szakítottak. De mert... régi, tehát, hogy idős volt? Nem, hát előttem. Itt fosszília. De a múmia az nem régi, hanem öreg. Tehát nem az a régi múmia, az nem az öreg. És olyan jó, olyan, a srác kiment külföldre dolgozni, gyakorlatilag azért szakadt meg az a kapcsolat, és ugye hazajött karácsonykor, és hát ő megkereste a volt barátnőjét, üdvözölték egymásnak szülők, és mondták neki, hogy Attilát, ha már itthon vagy, gyere el hozzánk karácsonyi vacsorára, és hát mondta, hogy rendben, köszönöm szépen, beugrok, eszem valamit, aztán megyek tovább. Na most az volt, a másik volt barátnő. Én megjelentem, és ott, és egyik est, és akkor egy, mit tudom én, pár perc múlva csörögtek. Valaki, gondoltam, hogy ki jön még ide. És kit vártok? Megérkezett az ex pasi, akik be is mutattak. Mi? Meg is mondták, és ráadásul egymással szembe ütettek minket az asztalnál. Én nem éreztem jól magam. Igyekeztem valóban jó képet vágni, mert hát most... Próbáltad lealázni? Nem.
ugyanis nem a lány hívta meg, hanem a szülők. Tehát tulajdonképpen de hát nekem, akkor ez a csajnak is ciki volt. Ő sem érezte túl jól magát. Megmondom őszintén. Ki érezte jól magát ezen az estén? Hát a szülők, mert ők boldogok voltak. Hát meg a srác diadalítosan megmondult. A srác meg, hogy lealázott mindenkit, ugye ő is. Hát igen. Láttam, hogy a lány az eléggé feszeng. De szülők feszeng. Azok nem bírtak téged ezek szerint. De, nagyon szerettek, de nem érezték ilyen szituációt. Hát úgy gondolták, hogy ez a srác már úgyis csak barát, meg nekik is barátjuk ott, nagyon szerették. De hogy lehet, ki volt ez az idióta? Most mondok nevet, akkor hát sokat segítem. Én arra tippelek, hogy Hesnyánszkire. Így van. Hesnyánszkire? Hát így ráismertem a jelentésben. Nem mondod, de hesnyóék voltak? Hesnyóék voltak. De lényeg az, hogy nagyon jó képet kellett vágnom a dologhoz, sőt, még a lánynak is nagyon jó képet kellett vágni. Nagyon szar volt ez a karácsonyi vacsora, mert én már azt vártam, hogy mikor megy el már a srác. Gondoltam, hogy miután elmegy, nagyon finoman megpendítem, hogy tulajdonképpen miért volt erre szükség, de látszott a szülőkre, amikor hogy annyira örültek. Kellett, te próbáltad így. Azon gondolkoztam, hogy ha ajándékoztás van, és még kap is ajándékot, akkor nagyon ki fog borulni, de hál' Isten ajándékoztás előtt. Szóval ajándékoztás előtt a srác elment, tehát azért és annyira... képzeld el, hogyha te kaptál volna valami elképzelhető, meg egy nagyon drágát. Meg egy izé mobiltelefon. Vagy ő vesz egy nagyon drága ajándékot. Ő sem hozott. Vagy ott megkéri a lányt. A srácban legalább volt annyi tapintat, hogy sem nem kért, legalábbis nem készült rá, hogy ott marad ajándékosztásra. Csak megegye a vacsorát, azt nem még azt jelzott, még ott is aludjon. Na, srácok, lányok, elmegyünk zenélni. És most lehet, hogy nem fogtok nekem hinni, hiszen rengeteget poénkodtunk ezzel az utóbbi pár évben, és az utóbbi pár adásban főleg, hogy le is húzom az alázenét a drámai aláfestés miatt, hogy a következő számot ugye miénekeljük. Bocsánat, igen, tehát nem véletlenül vagyok itt van. Persze. Igen, ez is egy olyan szituáció, amikor lehet, hogy most nem hisztek nekem, viszont a következő zenét ezt valóban mi játsszuk, mi játszottuk fel egy stúdióban, nem lett olyan, mint egy igazi rock együttes igazi száma, viszont a mi lehetőségeinkhez képest a szívünket, lelkünket beleadtuk, megpróbáltuk ezt úgy eljátszani, mint hogyha egy igazi rockbanda lennénk. Ez melyik verzió? Amit ez, amit Csillagegyen vettünk fel, vagy a próbateremben. Vagy amit a stúdióban? Amit a próbateremben vettünk fel Csillagegyen, és aztán a stúdióban rákevertük. És ez a mi karácsonyi ajándékunk nektek. Tudjuk, hogy nem profi, viszont a szívünkből olyan fogadjátok sok szeretettel az első. Vannak benne hibák, Ez melyik verzió? Ki ének? A Viola énekel benne? Én énekel. A Viola énekel, és akkor hát a többit tudjuk ezt nyilván. Hát az, amit felvettünk. Na, hát akkor szóljon. A következő műsorszám epilepsziás rohamot vagy deviáns viselkedést okozhat. A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Itt vagyunk ismételten veletek, reméljük, hogy tetszett ez a szám, ez az új formációnk első dala, mi vagyunk a Beach Boys. Kicsit behozolásod. Vissza a tengerpartra. Hát illetve tartalék tengerpart, backup beach. Kicsit be volt rozsdásodva a kezem, nem tudom, hogy ki lehetett hallani, hogy néha olyan szögletes volt a szóló, bocs. Tényleg, jó, hát nem vagyok profik, ez így a mellék foglalkozás. Jó, be volt egy picit regedve. Nekem meg az volt, hogy 24 húros basszuson játszottam, és rájöttem, hogy összesen csak 14 ujjam van. Csukott szemmel egy kézzel. 14 várjál, az hogy jön ki? Hát, 5 meg 4. Ja, igen, mert hogy két új adat lecsapta a fűrészgép, úgyhogy... Tehát az 14. Jó. Szép estét, fiúk! Szeretném megköszönni az egész évi műsorotokat. Minden adás 10-es skálán, 10-es kellemes ünnepeket kívánok Margó a Svábhegyről. Hát nagyon szívesen köszönjük az értékelést. Mi köszönjük. Hallgat minket, azt tudom. Egy ideje. Danke. Na, van egy olyan... Szitu, bocsánat. Kicsit elkapott a gépszi, hogy úgy mondjam, le voltam betegedve. Szép gíj. Amikor fölhívod a lányt, és tényleg már szeretnéd, nem, fölhívod magadhoz. Hágni. Hát igen, te azzal a céllal hívod fel, és ott, tudom én, ott egy kicsit a szobába kimész, nem tudom, WC-re, vagy keverni egy koktélt. Jössz vissza. Vagy ugyanaz, egy az egyben. Jössz vissza, és ő olyan fajta, hogy mit tudom én, ott hagyják egyedül a szobába, akkor így elkezdi nézegetni a tárgyakat, kézbe veszni. És mondjuk a minkorabeli vázádat, hát kicsusszan a kezéből. Na bum! Na! Nos, csat. És hát egy 200 ezer forintos váza így szétmegy a földön. És akkor te jössz vissza, és mit csinálsz? Tehát szeretnéd meghágni, és azt mondod, így végig kalkulálod a fejedbe, hogy jó, hát akkor ez a numerom is 200 ezeret ért, na bum. Drága volt. Tehát nyilván nem így fogod felfogni, tehát
De azért szerintem próbálod. Ilyenkor jön az érzelmek helyett a logika. Hogy véletlen volt. Egyrészt, hogy valószínűleg nem direkt vertelek. Kettő. Ha most de mondjuk, vele... hogy bekameráztad a szobát, és látod. Persze, meg is poloskáztam. És látod, hogy gyűlöletet. Micsoda meg. Leverlek. És látod, hogy nézegeti az aját. Herrendi szar. Holóázi szar. Ming van! Na majd Ming, ezt odavágok! Ming, odavágom! Hoppá, Ming! Fleming! Coming! Coming! Puffing! Na mindegy, ha esetleg nem derült ki, hogy direkt tette, akkor ugye logikusan végig gondolva, ha most vörös fejjel ordítasz vele és szakítasz, attól még a váza nem áll össze. Van rá esély. Kicsit, de van. Minimális. Érdek, meg kell próbálni, de ha te nem hiszel ennyire a dologban, tehát úgy gondolod, hiába ordítod le a haját, attól még a váza nem fog fölkelni. Oké, de ott egy tényleg egy nagy veszteség ér. Hát most, és ha üvöltesz vele, akkor az kisebb lesz. De neked utána még menne? Hát, utána menne csak igazán? De nem, most komolyan, tehát, hogy szétcsapja a vázádat. Hát tulajdonképpen... Gábornak milyen vázái vannak ott? Mind befolyásol ez a szexuális habitusom, hogy összetöri a lakást. Hát az, hogy... nem, hogy tényleg ez egy fontos dolog neked. Jó, mondjuk vegyük a te példádat, mondjuk a Deep Purple első lemezét bakeliten, és hát széttöri. Az anyját. De most tényleg. Takarodhat. Na most komolyra véve a figurát. Hogy valami olyan, ami Kálmán. Neked tényleg fontos. Eltöri a vázát, meg összetöri a CD-t, vagy a lemezt, és még el is zavarod. Tehát lemez sincs, meg nem is dugtál. Hát akkor legalább egy legyen. És hogyha amúgy sem erő, nem olyan lány, hogy hát egyből... Hát akkor mit keres ott? Hát mert, hogy ő tényleg elhisz, hogy te csak fölhívod egy italra. És azért összetöri a lakát. Hát ezt véletlen töri össze. Hát nem tudom. Van egy jó példám, ami már előkerült. Köszi. Más. Van egy hasonló jó példám. Egy szintén nagyon jó példa, mondjuk ami így. Már előkerült egy más téma kapcsán, hogy tegyük fel, hogy mondjuk úgy érkezik haza egyik este a te barátnőt, kedvesed, hogy anélkül változtatta meg a külsejét, hogy neked szólt volna, mondjuk egy normális konszolidált váligérő hajba csinált egy vörös punk frizurát. És hát nagyon csúnyának találod, próbálsz jó képet vágni, de egy végig gondolod magadban, hogy körülbelül 3 év, egy ami visszanő ugyanakkorára, mint amekkora volt. 3 év? Körülbelül. Hát mondjuk volt egy ilyen váligérő hajom. 3 év volt találkozott. Hát mondjuk derékigérő haj. Igen. Na ez durva. Ilyenkor persze az ember megpróbálhat jó képet vágni de a dologhoz, hát az ő test, de ha nem tetszik, és akar. Tudja, hogy most te jó Isten, itt lesz velem ez a nő, aki tulajdonképpen a partnerem volt, de rá, hát ez egy rettenet. Nem, tehát így szereted meg minden, nincsen ezzel semmi baj, csak látod a kopasz fejét, ugye itt oldalt felnyírt, vannak fönt egy ilyen 2-3 centis, nem is tudom, taraj, vagy hogy mondják ezt? Taraj. Karaj. Taraj. Taraj. Gyere, paraj, itt egy taraj. És tegyük föl, hogy még ki is jugasztotta a piercinget tettek a szemébe is. Vere, én sokkal jobbat tudom. Tehát ez is jó volt, de nagyon jó volt, különben ez indított be igazán. Tehát, hogy oda kerül a dolog, már jártok pár hete, hogy akkor megtörténik aznap este is, mert miért ne, és te nem is készülsz rá, de meglepetésből egy intim tetoválás van a lánynak, hirtelen oda került, és hát te tudod, hogy az a tetoválószalon, amiben jár, hát egy ilyen eléggé nagy darab, ilyen mondjuk egy ilyen gusztustalan rocker gyerek, mint amilyen a Gábor, egy olyan csinálja a tetkót, és te így elképzeled, szinte látod magad elő, ahogy a bugyi le, és akkor ott az intim tetkót ott rajzol. De ez abszolút nem zavarna. Tehát nem zavarna. Hát ugye mindenki csak megjelenne a kedvesed egyik napról a másikra, és ott egy intim tetkó, és hát te tudod, hogy hát az úgy kerül oda. Hát jó, hát tudom, hát, de hát ez csak oda. Úgy kerülhet oda, tehát most... Na hát ez az, de... Ha csak és nem mondjuk, ilyen rágos. Na jó, mondjuk ha még te tényleg ilyen prűd vagy, és akkor mondjuk még azt gondolod, hogy legalább egy női tetovától csinálnám, hát... vagy nem tudom, ezt megnézném. Lehet, hogy nem tetoválás volt, hanem henna festést. Persze. Vagy valami betegség. Mi ez a tetkó rajtad? Az nem tetkó, hanem... Kezelem már, Jugi. Eczéma. Az egy sömör, de ne nyúlj hozzá, mert megkapod te is. Ez egy régi, egy eczéma. Nem, hát az, hogy esetleg tényleg hazajön este, lerántja a bugyit, vagy én, és kiderül, hogy te bugyit hordasz? Az összes ajkaiban mindenféle ezüst karikák vannak belefőzve, 20 darab körülbelül, és csilingem, mint a karácsonyfa,
Ez mondjuk elsőként nem az jutna eszembe, hogy kiverte ezeket bele, hanem azon gondolkoznék, hogy te úristen, most ez mi ez itt? Hát most ez olyan, mint egy... Hát összeakadok az én piercingem. A szerszámos kamrámat utánban a gyíkot, tehát nézném, hogy muszáj ezeket a karikákat itt elviselni. De tényleg valami, ami ilyen nagyon megdöbbentő dolog. Hát ez pusztán habitus kérdése meg, hogy mennyire szereted, illetve hogy felméred a lehetőségeket, hogy ezen túl most életed végéig. Na de menő csávó, ezt föl tudod fogni vigyori képpel? Mert hát, azt, hogy szétcsapják a Deep Purple lemezedet, ahogy hallottam, az nem zavar. Tulajdonképpen szituáció függő a dolog. De mondjuk, hogy itt valami visszafordíthatatlan történik a barátnőddel, amire hát, te nem számítottál. Ez nem visszafordíthatatlan, csak nagyon nehezen visszafordítható. Hát korrigálható, maradjunk így. Hát nem tudom elképzelni a szituációt. Valószínű, hogy attól is függene, hogy beszéltünk-e már ilyesmiről, és ha beszéltünk, akkor én elleneztem-e, vagy legalábbis azt mondtam, hogy milyen jó. Mert ha én azt mondtam, hogy engem nagyon izgat, hogyha valakinek 22 karika van a mufjába fűzve, de én nem szeretem az ilyesmit, akkor... Mi van? Nagyon izgat, de izgat, nem szeretem. De nem szeretném, ha mondjuk az én barátomnak ilyesmi lenne. Akkor feltehetően kettős énem küszködve. Egyrészt én mondtam, hogy tetszik nekem, másrészt mondtam, hogy neked nem kéne, hogy mondom, legyen. Sokkal durvábbat. Mondjuk sokkal jobbat mondjam. Egy üzleti útra elmész 2 hétre, és mire visszajössz, a barátnőd, az a galád. Terhes. Nem. 2 hetes terhes. Nem. Berakadt magának műmelleket. Sokkal nagyobb a melle, és áll, mint az ördög nyila, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezt megmeri csinálni. Úgyhogy te nem tudsz róla. Képzeld el. Hát elmész, még akkor kismellű volt a barátnő, de mi még mondjuk, mint a pénztárca, ahogy szoktad mondani, és visszajössz, és ott van valami egészen más. Ez mondjuk egy jó kérdés. Ha mondjuk nem tetszik neked, sőt kifejezetten ellenzed ezeket a dolgokat, akkor persze, tényleg jó képet kell hozzávágni, hiszen kiszedni nem tudod pikpak. Hát pikpak nem. De elalszik, ki tudod szedni? Na, 2 csetlintek, és már nincs is bent. Ha elalszik éppen, ki tudod szedni, csak veszélyes a beavatkozás, és nagyon meg kell ütni, hogy úgy aludjon. De hogy mondjam, ez például egy egész jó példa. Tehát ha te kifejezetten nem ragaszkodsz a nagy mellekhez, mert különben de lehet akkor... fordítva is, hogy nagy mellő, és te pont azt szereted, elmész 2 hétre, és egy megkisebbítő műtétre elmegy. Felvaradja a hátra. Van most komolyan. Van olyan. Van olyan. Na most akkor igen. Ilyenkor, hát most én nem tudom, ehhez valószínű, hogy ilyen jellegű változás. De ez szakításra okot ad. Hát nem hiszem, igen. Csak itt tényleg az egyébként a kérdés, én csak a hajlevágást tudom így elképzelni, mert most ugye ez van a fejemben, szerintem az jó példa volt, na mindegy. De itt tényleg az a kérdés, hogy te nem haragudhatsz rá, hiszen sen nem rossz szándékból csinálta, és lehet, hogy tényleg így érzi jó magát, de egész egyszerűen irritál az új kinézete. Na most így érzi jó magát. Hát végül is pokolna. Pokolra jut. Bosszút is állhatsz. A pokolra jut. Bosszút is állhatsz, tehát mit tudom én. Igen. Másnapra elmész, az tarkopasztra nyíratod magad, és a hacskod. Jó, és most azért, mert kitolsz magaddal, attól még jobb lesz? Vagy? Nem tudom. Tehát lássa, hogy mit művel. Tehát most akkor úgy mentek az utcán, hogy az egész környék rajtatok röhög. Ilyen is van. Én nem tudom. Nem tudom elképzelni, szóval sok minden el tudom képzelni, nézze, hogy jó Gabi, pofát vágjak, vagy valami. Egyben. De hogy... Nézd azt a két majmot! Hát ezek úgy szeretik egymást, hogy már hasonlítanak is. Hasonlítanak? Hasonlítanak. Azt írja valaki, hogy Steven Seagal is tetovált intim kolbászt. Most ez biztos információ? Steven Seagal, de hova? Hátára? Hát intim kolbász a hátán, hogy lehet? Nem, hogy ő tetovált. Intim kolbász. Jó, hogy ő egy tetovált intim kolbász. Hát ez farkára valami. Nem is a farkára ember. Tetováltatott valami. Nem, ő tetovált, tehát ő a tetováló ember. De és így ráíratta, hogy kolbász. Én intim nem tudom, figyelj, ezt pontosítsuk, léci, mert nem értjük. Ostobák vagyunk. Hát ti. Stoba. A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! Itt vagyunk ismételten veletek, folytatjuk a Hotel Végtelent. SMS számunk 70-es 7060 995. Nem tudom, hogy elmondtuk-e már, hogy a Facebookon ott vagyunk, Hotel Végtelen néven. Szerintem nem. Viszont nem mondtuk el a blogunkat, a kultverset. Mondd el.
Én elmondom. http://2.per/per kultvers.blog.hu ez a korrekt megfogalmazás a dolognak. Juni megírta a történetet. Juni? Juni, aki az de úgy írta, hogy J-vel, hogy Juni? Juni van, igen. Az Junai. Szóval Steven Segalnál, gondolom Segalnak, van tetkója az intim testrészén, zárjában egy vers. Akkor a répájon, hogy ráfért egy vers. Hát egy ilyen japán nagyon kis betűkkel. Igen, ez lehet, hogy... Remélem, csak egy mondóka. Nem, hanem az ötös. Egyedem, begyedem tenger. Hát gondolom, hogy nekem még a hús se férne rá, pedig csak egy verszakos. Hús düledékének. Húsznak rombál. Megállni. Felállni. Itt lenne vége a versnek. De most, Juni, figyelj, vagy Juni, ezt honnan tudod? Ez nagyon ilyen bulvár. Hát külföldi neve van, nem? Teljesen látod. Nyilvánvaló. De ezt gondolkodjál meg, hogy forrás megjelölés, hogy ennek utána járunk. Tehát szerintem másnap, akkor leszkemelt a nyíkot, és földobt a netre. Ez picikét ilyen fenntartásokkal fogadjuk ezt az eredményt. Most kérdeled el, gondolom. Tehát szerintem ez hihető. A hihetetlen az lenne, hogyha bráírással lenne. Nem azért rád kell. Bréven van ráverve. Na hát, srácok, lányok, folytassuk a pizsamával. Na, képzeld el, hogy eljutsz oda, hogy akkor megtörténik a dolog, és mert nagyon sokszor előjött az adásokban ez, mert tudom, hogy a Gábornak ez a vesszőparipája. Push-up melltartó például. Tehát, hogy számítasz valamire, ami olyan jól néz ki, leveszi a melltartót, és akkor valahogy máshogy alakul a dolog. Hát ez egészen biztos. Vagy például a Gábor valamiért azt gondolja, hogy hát ez a lány, ő olyan fajta, hogy hát hogy is fogalmazzak. Könnyűvérű. Nem, mondjuk hogy borotválkozik, aztán igen. Kiderül, hogy mégsem. Hatalmas dzsumbuj. Hát például. Bort és akkor hatán. Úgy próbálsz jó képet vágni, gondolom. Hát próbálok. Ez most hogyan a pizsamához? A pizsamához már túl vagyunk. Hát túl léptünk, csak annyi volt az. Beszéljük a pizsamára. Jó, beszéljük. Aztán nem beszéltünk. Tehát ez egy ilyen... Nem, mi tudjuk, hogy a pizsamára. Tehát, hogy más. Tehát, amikor ezek a dolgok nem látszanak, tehát neked lehetnek ilyen képzelgéseid, hogy mire számíthatsz, aztán nem azt kapod. Igen. Mondjuk ez elég jó példa. Szerintem az esetek 80%-ában biztos, hogy nem azt kapod. Ez elég jó példa valójában is. Hát az, hogy vegyük ezt a push-upot meg a szört külön, az, hogy annak idején... Mert a kettő együtt már sok lenne. Az már durva Gábor lenne. Kiborul. Az már durva lenne. Egyszer elmondanám, éjjel jöttem Százhalombattáról. Nagyon késő éjjel jöttem az a Százhalombattáról automobillal. Százhalombattáról. Egy ilyen hosszú bekötő út van, ami azt hiszem, hogy a hatos útra torkollik be. Ez az S0-ás. Most akkor hatos út volt. Uh-huh. És volt egy kilométerekre be lehetett látni az utat. Tehát a hatost. Jobbra és balra is egy kilométer. És a bekötő útnál volt egy stop tábla. Igen. Tehát, hogy meg kellett volna állni, mielőtt kikanyarodom, de én nem álltam meg, hanem ugye beálltam. Kérlek magyarul mond, milyen tábla? Hát egy... Ájtábla. Egy ájtábla. És én kicsit lelassítottam, körülnéztem, egyik illetve elláttam Ercség, a másikon Budapesti, hát mondom, kikanyarodom, melyem senki. Kikanyarodtam, és az egyik bokor alatt ott ácsorgott a rendőr. Bokor alatt ácsorgott? Hát a bokor megint magán. Nem volt túl magas. A bokor a rendőr. Egy szálas darab volt. Frodo örvest. Zsákos Frodo ágytárs. Mindegy, meg volt bújva egy lada nyivával. És megállított, és akkor odalépett a kocsihoz, és mondta, hogy kérte a papírjaimat, én odaadtam, és mondja, hogy jó. Jó. Azt még, az, hogy nem volt bekötve a biztonsági öve, elnéztem volna. Azt, hogy nem állt meg a stop táblánál, azt is elnéztem volna. De mind a kettőt már nem tudom elnézni, és megtelt egy kis büntetés. Amit én mosolyogva kifizettem, éreztem, hogy viszonylag jól jártam. Ugyanez ez a szőr push-up. Az, hogy esetleg leveszi a push-up melltartót, nagyon messziről indultam. Lehulla melle a térdék. Hát, Zakson. Az, hogy esetleg szétcsapja a lábait, és úgy néz ki körülött, hogy várom, hogy Yeti kisétáljon. Egy bozót vágott kell szerezni. Hogy macsetével kell eljutni a lényegig. Macséta. Macsétával. Valójában macchéta. Az is egy dolog. Macchiato. De hogy mind a kettő, tehát hogy az a... Latte. Hogy leveszi a... Mert hogy hosszú. Latte macchiato. Na most már tudjátok, hogy miért az a neve. Hogy leveszi a melltartóját, és a mele lehull a bozótig, na az már durva. Tehát az nekem sok lenne, és akkor azt mondanám, hogy
itt szeretném feladni. Ez már nem tudok. Vagyok. Jó képet vágni. Vezessetek ki. Hajaj, szorítom, elkosom. Jön a nyom valaki. Fémes ízt érzek a számba. Infarkas. És kész, ennyi. Hát ez, ehhez nem tudnék jó képet vágni. Illetve hát lehet, hogy elvileg tudnék jó képet vágni. Gyakorlatilag valószínű a viselkedésem bizonyítaná, hogy nem kedvemre való dolog. Vagy mondjuk valami olyasmi, ami, mint tudom én, zokni. Mi? Hát ez a zokni, hát, hogy... Nevesem el tartóját, és zokni van alatt. Én zoknit húzom előre. Gondoltam konkrétan. Hanem hogy ki szereti zokniba, meg zokni nélkül. Ezt sose firtattam. Direkt taszít a dolog, vagy mégis leveszi a zoknit, de nagyon büdös a lába, vagy nem tudom. Vagy például, ez most nem ennyire meredek példa, viszont egy kicsikét életszerűbb, hogy iszonyatosan horkol, de olyan szinten, hogy baromira ideges. És hiába ütöd. Nagyon mélyen alszik, tehát nem tudsz mit csinálni. Vagy a férj, most tök mindegy. Nem mindegy. Az egyik fél. Hát azért nem mindegy, hogy egy férfi orgol, vagy egy nő. Miért nem mindegy? Hát mert férfiakkal nem szoktam aludni. De most nem csak rólad. Gábor, ez a műsor nem rólad szól. Tehát ez, az is lehet, hogy egy lány hallgató, vagy nő hallgató. Ő például ez fordítva képzelje. Hagyományosan. Nyilván nem magát hallgatja horkolás közben. Hagyományosan egy férfitől elnézik. Tehát, hogy azt én azért nem gondolom. Jó, de most egy olyan horkolással beszélünk, ami iszonyú hangos. Van ilyen egyébként. Igen. Mint egy tasmán. De szenvedő tasmán őrből, kire dugóhúzott csavarnak az agyába, és... Igen, nem tudom, elég mélyen szoktam aludni, tehát mellettem akár izé... Szerintem ilyenkor ilyenek... Exitálhat is a kiosban. Állj! Nem, hát valamit az arcára kell tenni. Egy pár drázol. De hiába, mert annyira hangos. Tehát de nem, csak az figyelj, lehet a megoldás, hogy beszélsz hiába. A fejével. Vagy kihúzom. Így fogod a fejét. Leveszed a fejét, és beszélsz vele. Nem. Szétcsűröm az agyat. Ilyen már volt, hogy egy osztálykiránduláson úgy horkolt az osztálytársam. Be kell fogni az orrát. Befogtunk, mindenért befogtuk, de akkor is horkolt. A maradék lukakon horkolt. Úgyhogy egyszerűen azt tudtuk vele csinálni, hogy kivittük a folyosóra. És nem kelt fel? Fölkelt, akkor nem engedtük vissza. Tehát kicsuktuk. De a folyosón is horkolt. Hát kit hallott, az már nem igazából senki. Át kell fordítani oldalra, és akkor nem horkol. Hát ha megfullad mert a hányásában. Úgy horkol, hogy a hátán van az ember, akkor horkol. Mert hogyha nem a hátán van, akkor nem akkor horkol. Nem. Igen, én is akkor horkolok, ha hanyat fekszem. De akkor rettenetesen állítólag. De te honnan tudod? Mert felébredek rá néha. És van, hogy megrepednek az üveg dolgok. Mindig megrepednek. Nekem vasablakaim vannak. Ez a betyárját. Hol az ablak? Minden megrepett. Kis hörcsögök, vagy miket tartozik szétrepett koponyával. Nem hörcsög. Srácok, lányok, elmegyünk zenélni, aztán következik az utolsó blokkunk, úgyhogy ez furcsa lehetőség, hogy írjatok, üzenjentek nekünk. 70-es 70-60-995 az SMS számunk, illetve a Facebookon keresztül Hotel Végtelen néven találhatok meg minket, valamint a honlapunkon keresztül is írhattok nekünk. Aztán mi a honlapunk? Az a hotelvégtelen.hu. Ja. Utána már nem lesz lehetőség, az ismétlés alatt nyilván nem olvassuk be a beérkező üzeneteket, és hogy jövő héten lesz-e adás, vagy elmegyünk téli szünetre, ezt még majd megbeszéljük, most egyelőre úgy tűnik, hogy lesz. Azért sose lehet tudni, hogy írjatok nekünk üzikre. Adás után töröljük a Facebook profilunkat. A személyzet stílusáért a Hotel Végtelen vezetése nem vállal felelősséget. Kérjük, legyenek elnézőek. Csak a munkájukat végzik. Vagyunk ismételten veletek, az utolsó blokkunk kezdődik ezennel, úgyhogy az SMS-ekkel kezdjük, aztán konkludálunk, majd könnyes búcsút veszünk tőletek. Könyves. Azt mondja, pampaparia. Pat Company, Montan. Várom a 70-es évek előadóit a blues kocsmában. Jött egy ilyenünk. Volt nemrég Pat Company, Montan, az lesz. Nem így mondjuk egyébként, hogy Pat Company. Hát én így mondtam. Hát te így mondod, de helyesen nem így mondjuk, Kámen. Bad Company? Így van. Ja, vagy tényleg. Beat, hogyha kanadai jól mondjuk. Beat Company. Egy béd. Ha a krapek nagyon be van indulva, a nő engedés akció közben megy. Na, úgy látszik, hogy megjött az az üzenet, amelyik úgy kezdődik, hogy a krapek nag, akkor ez úgy folytatódik, ha a krapek nagyon be van indulva, a nő engedés akció közben megy, és itt ér véget. Jézs, van a tetlen. Megy. Akkor megjön. Megjegyzi. Vagy megjön. Az a rosszabb. Hogy mit jegyez meg akció közben, az tulajdonképpen nem érdekel senkit. Furcsa szituáció, lehet, egy hogy jó tanács, hogy próbáltok meg egy 160 karakterbe sűríteni, hát ha az a gondja, hogy... Ez eddig 58 volt, amit felolvasta. Ja, hogy túl hosszú az SMS. Aha. Hát de lehet, hogy a hiányzó rész meg 200. Ez igaz. Aha. Jó, hát szerintem nem ő tehet róla. Persze. De! Nem a télapó.
Hát ki más? Hát persze, hogy ő. Miért télapó ilyenekben benne ez van? Ez simán. Áraldék. Kérem szépen. Konkludáljunk egyet. Konkludáljunk. Kálmán, kezdjed, mert hát mindig a bölcseket mondasz. Igen, nem mindig egyszerű jó képet vágni a dolgokhoz. Ha nekem meg kéne fogalmazni röviden, hogy milyen érzés az, amikor az embert valami megdöbbentő, valami hihetetlen csalódás ér, és ezt kell elleplezni, akkor valószínűleg nem tudnám megfogalmazni röviden persze. Hogyha hosszabb időm lenne rá, akkor valahol onnan indulnék el, hogy kiskorban az embert érik csalódások. De már akkor meg kell tanulnia lereagálni ezeket, és ennek az egyik módszer, az egyik fegyver ezekre a hazugság. Tehát, de ugyanakkor egy hazugságra épülő élet, egy család, amelyen nyugszik a társadalom, tehát egy hazugságra épülő társadalom, az nem vezet jóra. Ezért elleplezni az érzelmeinket így, egy ilyen művigyorokkal, szerintem nem annyira egészséges dolog. Viszont, ha nem akarjuk megbántani az embereket, akkor feltétlenül szükség van rá. Tehát én azt tudnám mondani, hogy ha szeretnéd mindenképpen túlélni az életet, és hát nyilván túlélni az életet nem lehet, mert hát ugye az életnek egyszer csak vége van, de hogyha szeretnéd minél jobban megyünk elnyújtani, akkor nem, szükséged van arra, ja, persze, hogy megtanuljad egy ilyen kedves mosollyal leplezni a csalódottságodat. És ez az, amikor jó képet vágunk a dolgokhoz, mint ahogy a Gábor is teszi ezt most. Tehát ő arra gondolt, hogy én itt valami frappánsat fogok mondani, valami humorosat, valami véget érő dolgot. De most csalódottan mosolyog, hogy átadta nekem a szót, ahelyett, hogy ő mondana valami okosan. Na hát én csak annyit konkludálnék itt. Kámát nehéz felülmúlni, ez fél perc lesz. Sajnos az ember azokkal... Ez napirend utáni, nem? Igen. Azokkal kapcsolatban nem tudja ezt a jó képet vágást megtenni, akik a legjobban megérdemelnék. Sajnos, hogy mindig azokkal szemben nyers és kiméletlen, és nincs benne tapintat, és nincs benne ez a jó képet vágás, akik a legközelebb állnak hozzá, mivel hogy velük teheti meg gyakorlatilag büntetlenül. Lásd, közvetlen család, gyerek, szülők... Te ezért vagy ilyen kegyetlen velünk? Nem. Tehát az idegenekkel szemben mindenki megpróbál he-he-he jó pofát vágni, mikor össze-vissza gyalázzák, de mikor szegény, mit tudom én, apja, anyja, felesége, férje, stb. Szól rosszat hozzá, vagy tesz valami olyat, amire abszolút nem tehet, akkor az illető végképp nem próbál jó képet tenni, mert minek? Hát minek? Hát ugye ennek lehet, mert ez hozzám tartozik. Figyeljetek rá, inkább azokkal kapcsolatban vágjatok jó pofát a dolgokhoz, akik hosszabb ideje veletek vannak. Feltétlenül hosszabb időt veletek is lesz. De hát ez egy hazugság, és akkor pont azoknak hazudjál, akiknek nem hazugság, fontosak. Tapintat, úgy hívják, tapintat. Mm-hmm. Nem így mondjuk, hanem tipintet, de folytassuk a műsort. Ugye ott hagytuk abba, hogy volt egy félbetépet üzenetünk, ami úgy hangzott, hogy ha a krapek nagyon be van indulva, a nő enged, és akció közben megy. Na most jött egy folytatás, bár nem ugyanarról az SMS számról, tehát... Telefon lefüggje. Ha a krapek nagyon be van indulva, a nő enged, és akció közben meg, jön a nagypapa, az a bibi. Hát nem tudom, hogy ez. Köszönjük a nap SMS-e. Jó is lenne ilyen nálunk. És ahogy jó péket kell vágni? A nagypapa úgy se lát semmit. Nem jó nem. Péket, jó képet. A képet? Vagy azt hittem péket? Jó pókot. Hát, tudod, Tioran, aki, te konkludálsz. Aki mindig ilyen póka játszik, ő póker. Konkludálás helyett élőben találkozunk valószínűleg jövő héten kedden 10-től éjfélig itt a 99,5-ös MHz-en. Mi voltunk a Hotel Végtelen, ti pedig a hallgatók. De várj, a handika van most? Handika, 20-a. Aha, és 27-e. Na? Szóval arra célozok. Boldog karácsony! Hát akkor nagyon boldog karácsony kívánok mindenkinek. Nem ciki ajándékot küldeni a karácsony után sem, kedvenc műsorvezetőjéteknek, illetve hát mondhatjuk úgy is, hogy kötelező. Ha nem küldtök jó képet, vágunk a dologhoz. Hát ez van. Hát én nem biztos, én lehet, hogy megsértődöm. Hát igen, de mi majd korrigáljuk a Kálmán durcásot. Most nem tudom, hogy ismétlés lesz-e most szombaton, hiszen pont karácsonyra esik, de amennyiben nem lesz, akkor ne hallgassátok, illetve hallgassátok, csak az ismétlést nem tudjátok hallgatni, illetve hogyha lesz, akkor hallgassátok bátran. Egyébként szombatonként. Mi lenne, hogyha egy régi-régi nótával búcsúznánk, amit mi éneklünk el? De az még demo verzióban van meg. Nem, én arra gondoltam, pá, pá, pá. Pa-pa-pa-ri-a-ra, pa-pa-pa, pa-pa-pa-ri-a-pa, Isten veletek, jó hét!